Hi, ez itt a Dublinban ment a Márta, én pedig most már megint csak Dublinból jelentkezem, habár ezt otthonról szerettem volna nektek felvenni, úgy gondoltam, hogy mégis inkább mostanra hagyom, mert akkor már visszatekintve tudok a dologról nyilatkozni, valamint, mert őszintén szólva a családommal és a barátaimmal akartam tölteni minden percet és időt, úgyhogy nem ültem le ezt felvenni, de most a fincsik álmaimmal és a jegyzeteimmel szeretném nektek elmondani, hogy milyen érzés volt 4,5 hónap után hazamenni. Már szeptember első napjára itt voltam, és most január közepén mentem haza. A mai videót 5 kategóriába szedtem, vagyis hogy 5 részre bontottam, hogy tudjatok oda tekerni, ezt majd be fogom írni ide mellém és a leírásba is. Az első, hogy miért volt fura hazamenni, a második, hogy miért nem volt fura hazamenni, a harmadik az, hogy mit szoktam otthon csinálni, a negyedik, hogy érzelmileg ez milyen, és hogy szoktam megélni, az ötödik pedig, hogy milyen vicces dolgok történtek velem az otthon töltött egy hetem során, úgyhogy lássuk is! Valahogy itt sorrendben kezdtem el írni a dolgot, azzal kezdtem, hogy miért fura, úgyhogy most hallgassátok meg, hogy mik voltak azok a fura dolgok, amik szembe jöttek, miután 4,5 hónapot itt Dublinban töltöttem, és hazamentem Budapestre egy hétre. Az első az, hogy nagyon furcsa, hogy hirtelen egyik pillanatra a másikra, amikor még a nemzetközi repülőtéren mindenféle nyelvet hallok, de legfőképp angolt, vagy annak mindenféle akcentusát, akkor hirtelen egyik pillanatra a másikra magyarok vesznek körbe, és magyarul beszélnek, és engem is értenek, ha én magyarul beszélek. Modern gyerekek második legfontosabb észrevétele a hideg után nyilván az, hogy internet. És nekem nagyon fura, mert most az ír kártyám van bent, úgyhogy nekem a Magyarország az most külföldnek számított, és emiatt nincsen korlátlan internetem otthon. Úgyhogy ez furcsa volt, hogy rögtön mindent ki kellett kapcsolnom, hogy használja a 4G-t, valamint állandóan wifi-t kellett keresnem, meg lassú volt, meg minden, szóval ez egy fura dolog. És ehhez nagyon szorosan kapcsolódik, hogy ha nem jöttek volna értem a kis családom, akkor elég furcsa lett volna ott eligazodnom. Most csak így kiemelem, hogy ez az első megérkezés pillanata, amire egy turista számít, de te, amikor hazamész, nem gondolsz, mert azt hiszed, hogy te ezt eddig is mindig megoldottad, de aztán rájössz, hogy mivel nem ott élsz, ezért arra nem vagy felkészülve. És megint csak ehhez kapcsolódik a busz, mert ott nagyon fura, hogy nincsen rajta emelet, szóval ezek csak egy ilyen egyemeletes buszok, és én már tényleg nagyon megszoktam azt, hogy itt mindig felmegyek az emeletre, és mindig ott ülök, úgyhogy akár csak a reptéri járat, akár az összes budapesti busz, az teljesen más, és emiatt furcsa. Valamint, ami még rettenetesen, és ez volt a legszembeütőbb, furcsa, és először nem is tudja az ember beazonosítani, vagyis én nem tudtam, az például az, hogy hatalmasak az épületek, nagyon magasak, és szélesek az utak, szóval egy kisvárosból mentem egy nagyvárosba, és az egésznek a feelingje az, hogy ilyen tágas, és hogy lehet felnézelődni, homlokzatokat nézni, vagy valahol nem láttuk át, valamint az, hogy ha mondjuk átkelek egy utcán, vagy egy úton, akkor nagyon hosszan megy a zebra, mert hatalmas az út, főleg az ittenihez képest. Szóval ez, és akkor azt még meg sem említem, hogy rossz irányba mennek át az emberek, meg úgy is közlekednek, szóval mindig másik irányba kell nézni, mert ez az alap, ez a legegyszerűbb, legelsőbb, legszembeütőbb különbség. És akkor sorrendben tovább, az is furcsa még, hogy miután hazamegyek és lepakolok, akkor ott van, hogy nincs dolgom, nem kell elülnöm tanulni. Ez nyilván nem a két ország beli különbségből fakad, hanem a helyzetből, de nekem ez ilyenkor mindig nagyon furcsa, hogy olyankor az édes semmi tevés, vagy amit amúgy nem tudok sokáig élvezni, ezért akkor a máshogy való napszervezés várott rám, szóval semmi kötelezettségem nincsen többnyire, amikor hazamegyek, ez nagyon furcsa érzés. Valamint hasonló, hogy állandóan emberekkel vagyok körbevéve, szóval azzal szemben, hogy itthon, mindenhol otthon, szóval itt egyedül szoktam lenni, az esetek nagy többségében, nyilván suliban egyáltalán nem, de hogy úgy általánosságban az életemet egyedül élem és szervezem. Szóval amikor nagy hirtelen váltás az, hogy sosem vagyok teljesen egyedül, hanem mindig van valaki körülöttem, meg zaj és hang és tevékenység is, valamint mennyire furcsa már, hogy ilyenkor otthon tele van a hűtő, nem nekem kell bevásárolni,
nagyon sok opció van mindenből, de úgy általánosságban nem csak a hűtő. Egyszerűen a kényelem, a tisztaság, a választékok. Szóval ilyenkor tényleg olyan nagyon-nagyon felszabadulás az egész, hogy a kis meghúzott nadrágszíjjal élt diák életből visszacsöpjenek a családi életbe, amikor rólam gondoskodnak, és nem nekem kell magamról, szóval ez aztán furcsa. Beleértve az anyukám főztjét, amit ilyenkor mindig nagyon-nagyon várok, és kielvezek. Van, amint a nagyobb tereket otthon, szóval a ház kényelmét, amit mondtam, és a saját szobámat, szóval nem csak a saját szobám, az egész légterem és életterem, hanem különböző helyiségek vannak, tudok mászkálni. Viszont, ami nem furcsa, és emberek azt hiszik, na jó, talán van rá okuk, és én is szoktam az első pár napban erre okot adni, például a nővéremnek, aki ezzel imád ugratni, de hogy az emberek azt hiszik, hogy ilyenkor mindent elfelejtek, nem felejtek el mindent, hiszen nem furcsa otthon lenni, mert otthon nőttem fel, és otthon éltem 20 évet, én nem egy világutazó vagyok, bár szeretnék, de nem egy világutazó vagyok, hanem jelenleg két laki, és csak az egyik helyről megyek a másikra, otthonról haza, és csak át kell szoknom, ami többnyire egy vagy két napba telik, és utána már nem is furcsa, hiszen nem lehet elfelejteni, hogy hol éltél az életed legnagyobb részében, szóval most ez az elmúlt, nem tudom, másfél év, vagy 4,5 hónap nem fogja ezt felülírni, hogy én 20 éven át Magyarországon éltem, valamint azt, hogy magyar módon gondolkoztam, és éltem, és csináltam az életemet, szóval nem fura, abba beleszakom, és emberek ezt kérdezik. Nem, a magyar nyelvet se felejtem el. Ugye, Zsófi, hallott, hogy milyen szépen formálom a mondatokat? Meg a helyesírás sem. Néha egy-egy vicces dolog becsúszik, amiről a videó végében majd beszélek, de ezen kívül nem furcsa otthon lenni. Mivel több időt töltöttem otthon Budapesten, mint Dublinban, ezért minden visszajön. És mit szoktam csinálni? Hát ez nyilván attól függ, hogy mennyi időt töltök otthon, most egy hetet voltam, legutóbb is egy hetet, de a nyára, meg a tavalyi karácsonyra több hónapra hazamentem, úgyhogy ez attól függ. Egyrészt minden időpontos, bejelentkezős dolgomat leszoktam tudni, amint megvan a repjegyem, én fel szoktam hívni a fodrászomat, hogy meglegyen a fél éves hajvágás, ami most is megvolt. Azon kívül el szoktam intézni azokat a dolgokat, amik otthon könnyebbek, vagy olcsóbbak, vagy pedig otthon szoktam meg, vagy, ez pedig az extrém eset, és most ilyen volt, vagy pedig valami elromlott is meg kell javítatni, és mondjuk otthonról van, és csak otthon lehet. Úgyhogy ez alatt a kör alatt, amikor otthon voltam, az órámban elemet cseréltettem, bevetettem a gyűrűmet egy számmal, valamint a farmeremben elromlott a cipzár, és azt az anyukám varrónője hiper-szuper ügyesen és gyorsan kicserélte nekem, valamint megerősítette a táskámat, hogy ne szakadjon le, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez állandó kihívás, hogy telepakolom a táskáimat, és nagyon hamar leszakadnak. Amit még javaslok, és ezt lehet, hogy egy külön videóba ki kéne hangsúlyozni, de otthon érdemes megcsinálni vérvételt, vérképet, fogászatot, fogászati tisztítást, azt én mindig szoktam. Valamint, hogyha valaki mondjuk nem tudom én jár kozmetikushoz, valami egyéb ilyen bőrápolási vagy egészségügyi dolog, orvosi főleg, akkor azt érdemes otthon, hogyha nem jár utána ilyen follow-up dolog, szóval mondjuk nem fogszabályozót szeretnénk, és utána minden héten menned kéne. Szóval ezt ilyenkor javaslom, hogy már a repjegy megvétele után fixáld le, és akkor akaré lehet szervezni minden más dolgot. Ilyenkor szoktam meglátogatni a nagy családot is, szóval a nagymamámat, nagypapámat, a keresztüleimet, a keresztlányomat, valamint a barátaimat, és a volt osztálytársaimat, és a gyerekkori barátaimat, de csak akkor, hogyha ráérnek, mert azért egy hét az nem túl hosszú idő, valamint otthon még mindig vizsgaidőszak van, úgyhogy most például alig tudtam bárkivel is találkozni, ilyen 2-3 emberrel tudtam csak összefutni, de a szokásos ilyen összejövetelek azok most elmaradtak, viszont az ilyen rövid látogatásokat nyilván azért szeretem, mert akkor meg csak a szűk család, a testvéreim, a barátom, az anyukám, és akkor ez most arról szólt. Amit még szoktam itthon csinálni, az az, hogy bepótolom azok a dolgokat, amiket nagyon szeretek, viszont itt másként van, vagy máshol van, szóval el szoktam menni, és most is elmentem a kedvenc jóga óráimra, beszoktam ülni a kedvenc kávézóimba, nagyon sokat szoktam moziba járni, amikor otthon vagyok, mert általánosságban a kultúra otthon sokkal olcsóbb, szóval színház, mozi,
koncertek, ezek mindig vannak, ha hazalátogatok, és azok a legszívmelengetőbbek. És akkor még két dolog, amit itthon szoktam csinálni, vagyis otthon, már nem tudom, mi beszél, az egyik, hogy bevásárolni azt, amire szükségem van, a második pedig, és egyben az utolsó, hogy nagyon sokat szoktam enni, aminek az anyukám biztos örül, de ilyenkor beszoktam pótolni azt, hogy nem nekem kell főzni, meg hogy mindenféle ízvilágot tehetek, úgyhogy akár elmenni ebédelni, vacsorázni étterembe, vagy az anyukám, nagymamám, barátom anyukája főztét enni, be kell pótolni, ezt ilyenkor, ha az ember otthon van, jobban teszi, ha megcsinálja. És akkor most azt is el szeretném mondani, hogy érzelmileg milyen ez az egész, ilyenkor visszamenni egy hétre, mármint egy-két nap után beleszokom, de az egy hét az kevés arra, hogy ezt teljesen kielvezem. Jó lenne egy kicsit otthon maradni, szóval, hogy nem az, hogy elégedetlenkedem, vagy hogy most vissza akarok költözni, vagy bármi, de hogy ez a nehéz ebben, hogy értékelni azt, amíg tart, valamint nem engedni, hogy ez rányomja a bélyegét, mert nekem ez az utolsó nap szokott mindig lenni, amikor előjön, régebben még kevésbé voltam így is, és a többi napon is lehet, hogy ilyen volt. Az utolsó nap már csak arra tudok gondolni, hogy ez az utolsó nap is, hogy most visszamegyek, és olyankor már igaziból nem vagyok ott fejben, vagy nem annyira élvezem, vagy nem tudok azokra az emberekre koncentrálni, akikre amúgy kéne. Valamint ez a második, úgymond érzelmi nehézsége a dolognak az, hogy ki hogy tekint arra, hogy én otthon vagyok, vagy mondjuk nem tudom, hogy mi hol van, vagy rábízom a többiekre, hogy mondják meg, hogy kell innen oda menni, vagy mondják el, hogy mikor indul a vonat, mert már nem emlékszem, akkor én igen úgy érzem magam, mint egy látogatónő, én pedig úgy hívom, hogy turista, nyilván nem azt várom el, hogy mindenki körülöttem ugráljon, meg azt sem, hogy két perc alatt lecsengje, hogy én már otthon vagyok, hanem valahogy az a középút, amikor még van varázsa, hogy otthon vagyok, mert ritka és szokatlan, és örülnek nekem végig, viszont azért nem kezelnek úgy, mint egy aranytojást, hanem az például nagyon jó érzés, hogy a testvéreimnek, ők ezt meg tudták annyira szokni, hogy ez nekik általános legyen, és hogy amikor elköszönünk, akkor nem úgy köszönünk, hogy jaj, vigyázz magadra, soha többet nem látlak, hanem nem tudom, éppen mentek a dolgokra, és akkor szia Márti, jó utat, majd akkor beszélünk, én most megyek ide is oda, vagy én most nekem ezt kell tanulnom, mert az egyébként ilyen komfortos és jó érzés, mert azt jelenti, hogy még mindig annyira vagyok rész az életüknek, hogy ezzel is meg tudnak birkozni, és hogy ezt az életmódot is adaptálni tudtuk a kapcsolatunkba, úgyhogy ez lenne a másik oldal az érzelmi dolgoknak. Csak pár vicces dolgot szedtem össze, hogy egy kicsit nevetve fejezzem be ezt a videót. Ezek olyan sztorik, amik a múlt héten történtek velem, és igaziból tökéletesen leírják, hogy milyen érzés hazamenni 4,5 hónap után. Nekem nem a jobb és a baloldali közlekedésen gyűlik meg mindig leginkább a bajom, hanem a lámpakapcsolóka, mert itt másik irányban van a fölkapcsolt állás, mint otthon. Emiatt már többször előfordult, és ez mondjuk nem vicces, hanem környezetszennyező, de hogy égve hagyom a lámpát, mert oda megyek és lekapcsolom, és azt hiszem, hogy lekapcsoltam, és közben égve marad is. Múlt héten volt olyan, hogy én kapcsoltam le a konyhában a lámpát, azaz azt hittem, hogy lekapcsoltam, még röhögtem is, hogy először nem sikerült, de aztán úgy néz ki másodjára sem, mert amikor hazamentünk ki tök késő este, és minden sötét volt, akkor a konyhában égett a lámpa, amit én hagytam ott. A második az az, amikor ezt már mondtam, nem emlékszem a dolgok helyére, vagy a színére, formájára, és volt egy ilyen, hogy én esküszöm nektek, hogy szerintem az anyukám lecserélte a poharakat, de ő meg állítja, hogy ugyanilyenek voltak, és én pedig nem ilyen formájú poharakra emlékszem, sima jós pohár, de szerintem ezek nem így néztek ki, hanem egy kicsit máshogy. És amikor először levettem, akkor mondtam, hogy de jó, az új pohár, és a mami nem értett, hogy milyen új pohárról beszélek, amikor fogom a, nem tudom, régi 10 éves poharat a kezemben. úgyhogy ez a második. A harmadik, hogy állandóan vonatjegyet kell vennem, mert az a vicces dolog, hogy vonatbérletet, ahol én lakom, oda vonattal lehet járni, és vonatbérletet csak úgy lehet venni, hogyha a lakhelyed és az iskolát között jár a vonat, már pedig Dublinból nem jár vonat Budapestre, úgyhogy ez nálam már nem áll fenn, és attól meg tudok diák jegyeket venni, de béletet sajnos nem, és ez állandó nagy macera.
és mindig elfelejtem, valamint állandóan elfelejtem, hogy gyűjtögetni kell rá az aprót, és most volt olyan, hogy csak azért nem fizettem valamit apróval, mert el kellett tennem a vonatpénzre. Úgyhogy ez, valamint aprós sztori az, hogy annyira jó, hogy otthon nem kell apró a mosáshoz, és ezt ilyenkor mindig is szoktam jelenni, és most először, ez egy vicces sztori, hazavittem egy darab koszos pólót, hogy én is elmondhassam magamról, hogy amikor egy hétre hazamegyek az anyukámhoz, akkor viszek szennyest, mert vannak olyan ír barátaim, akik itt ezt csinálják, és gondoltam, hogy most én is ezt fogom, mert otthon nekem a mosásért nem kell fizetni, úgyhogy ez így jól jött ki. Ez inkább szomorú, vagy hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam, vagy csak nagyon szemléletes, az, hogy a budapesti bérlet ára, egy diákbérlet egy hónapra, az 3450, és nekem egy hétre is ezt kell megvennem, mert ez a legolcsóbb opció. Valahogy mindegyik sztori ilyen közlekedés is. De az volt múlt héten, az történt, hogy fülembe be volt dugva a fülhallgató, és szerint hallgattam, és utaztam, és amikor már teljesen befeledkeztem szerintem úgy a dolgaimba, a telefonomon, meg a zenébe, ami amúgy angolul szólt, és amikor szálltam le, akkor valaki véletlen bevágott elém, vagy én elé, nem tudom, hogy ma nem ez a lényeg, hanem az, hogy automatikusan angolul kértem bocsánatot, és nem azt mondtam, hogy elnézést, vagy bocsánat. Viszont ennél most nem jutott több eszembe, meg szerintem ez már így is egy jó hosszú videó lett, de a legközelebbiben találkozunk. Addig is iratkozzatok fel, sziasztok!